ez pedig egy fantasztikus házi telszi habbintlány. Adhatom parancsot. Kis kanalát. Parancsot. Pillanat a sorban, igen kedves, köszönöm. Következő. Ez teljesen laktózmentes, és adhatom. Nem. Ja, nem csak a hölgyen jöttek, akkor nyilván önök meg, ugye? Csokok? Egy pillanat, igen, mert igen, igen. Igen. Jó napot kívánok! Egy pillanat. Picit tud várni? Lenne ott a sor vége, ne haragudjon. Még egy fél óra ide vagy oda. Bocsánat. Jó étvágyat! Nagyon jó. Ízlik, ugye, milyen finom. Igen, nagyon ízlik neki. Örülök. Remélem, hogy eljutunk odáig, hogy ön is megkóstolja majd. Nem is igazából azért, hanem hogy a tegnap voltam itt is. Tegnap előtt, és az előtt is voltam itt. Igen, valami probléma volt a süteményen? Nem, itt felejtettem a telefonon. Tényleg? Nem tudom, hogy találtunk. Nem. Többször felhívtam, hiszen nem hívtam fel, hiszen itt felejtettem, tehát hogy kerestem, de egy másik telefonról, és ugye azt akartam csak úgy esetleg kérdezni öntől, finom? A telefon? Igen. Nem, bocsánat, viccetem, nem, természetesen nagyon finom. Nagyon tetszik. Igen. Meg fogja kóstolni, hogy a bajunk ideje. Igen, tudom. Igen, jó. Mert annyira szeretik, és annyira boldogok vagyunk, hogy ilyen sokan jönnek. És igen. Ki volt a következő? Önnek? Hogy van az, hogy mindig mindenki hamarabb jön, mint én? Jöjjek holnap inkább, esetleg vissza. Ne haragudjon. Holnap is, ma is. Csak kérem, várja meg. Más megvárom. Köszönöm. Megvárom. Köszönöm. Mert ugye én itt voltam már egy órával ezelőtt is. De miért nem állt a sorba? Hát úgy sokan álltak elém. Ilyen, tudja, hogy az ember udvarias szokott lenni néha, amikor jönnek különböző emberek, és csak annyit szerettem volna, hogy... Parancsoljon önök? Adhatom? Igazából nem hagytam itt a telefonom, csak... Parancsolj. Tessék? Igazából nem hagytam itt a telefonom, nem. Hanem csak igazából... Jó, adok önnek, jó? Megengedik, ne haragudjanak, valószínű, hogy az úr siet, parancsoljon, tessék, kanalat. Nagyon finom. Nem kell az egészet elvenni, csak egyet, jó? Parancsoljon. De tiszta mindegyik. Természetesen. Nem azért, hogy ne lenni. Ezen például itt van egy kicsit. Következő. Nagyon szívesen elmosok. Nem azon kellene a helyzetbe. Tiszta, de elmosom nagyon szívesen. Nem kell, köszönöm. Majd én mit szól, majd elmosom én otthon, jó? Vagy nem, igazából nem is emiatt, hanem hogy de finom. Örülök neki. Következő. Adhatom. Szóval igazából azt szerettem volna kérni. Igen. Cukorbeteg vagyok. Akkor nem ajánlom. De azt tudom, hogy itt ilyen csupa egészséges. Csupa egészséges, de adok, egy óra múlva kész lesz az a sütemény. Ó, imádok veszélyesen élni, nézd. Rosszul lesz, uram, de... Nem. Kérem, ne hozzon ilyen helyzetbe. Itt várnak a vendégek, nem tudom, mit szeretne bebizonyítani. Ez a sütemény nagyon egészséges, nagyon finom. Ez nem cukormentes, de rá is volt írva. Lesz cukormentes, paleo süteményünk is van, gluténmentes. Hát, ez az, de nem az... cukormentes. Adhatok esetleg. Paleo az jó, hogy ilyen ősebb. Szerintem nagyon szíves. Bocsánat, szóval az igazság az, hogy én nem szerettem volna süteményt. Finom, de nem... Nagyon szíves. Jó. Akkor lehet, hogy visszajöhetek holnap? Igen, mindenképp holnap. Viszontlátásra. Mindenkit szeretek!
Szeretettel üdvözlök! Hangulat és kapcsolatjavító Vándorszínházi mai bemutatóján. Ha meg csók, ez a mai előadásunknak a címe, és már is bele habosítottunk a közepébe. Úgy látom, hogy kevesen ugyan, de vannak olyanok, akik először vannak pszichoszínházban, és sokan vannak, akik már gyakran voltak. Kérdezem, hogy kik azok, akik most jöttek először. Jó, akkor jó, nagyon jó arány, vissza fogtok járni, előre megmondom. Azt kell tudni rólunk, hogy minden egyes előadásunk premier, mert hogy minden itt születik. Én elképzelem ugyan, hogy mi lesz az előadás témája, a forgatókönyve, aztán itt improvizálunk a színészekkel, akik csak egy nappal előbb kapták meg a forgatókönyvet, és az is hozzátartozik a műfajunkhoz, hogy amikor úgy adódik, jövök beszélgetni a nézőinkkel, és akinek van kedve és szóba akar állni velem, az elmondja majd, amit gondol a látottakról, vagy akármi másról. Senkinek nem kell ide kijönni a színpadra játszani, arra tartjuk a színeművészeket. Hát, sokadszor játszik nálunk az édes imádnivaló Pokornili. A második éve vendégszerepelünk Miskolcon, és onnan úgy nyitottuk be a mai eladás rajongói számára egyszerűen csak fagyi. Aztán itt van a hegedűs, aki minden habhoz fog találni egy külön hangot, Bóna János. És akkor én a Pszichoszínház alapítója vagyok, színre álmodó, mert rendezőnek azért nem nevezem magamat, aki írja és pszichológusként szakértője ezeknek az előadásoknak, én Bácskai Júli vagyok. Pszichológus vagyok, és most is jön hozzám egy új kliens. Hát ez mindig nagy izgalom tulajdonképp, mert én sem tudom, hogy ki az, aki jön hozzám. Megbeszéljük, hogy hánykor, hova, hát és akkor várok. Motiváltak szoktak lenni, hogy nem késnek ennyit. Bátor vagyok. Mert nem gondolkodom, hogy mit kell csinálni, hanem teszem. Megmondta a jodamester, ne próbáld, tedd, vagy ne tedd, de ne próbáld. Én most teszem és eljöttem ide. Azért vagyok itt. Mert eljöttem. Hát nem tudom, elmondhatom-e igazából. Szóval... Azt megígérhetem, hogy én nem mondom el senkinek, amit hallottál. Nekem sem. Ja, de. Jó. Nézd. Nagyon szeretnék. Kezdjük, vágjunk a közepébe. Jó? Egyetlen. Amikor 2 éves koromban apuval megálltunk egy játékból, és én mondtam neki, hogy
hogy az volt ez a kilövős autópálya. Tudod, nagy álom volt akkor régen. Tudod, hogy ráteszük a műanyagra az autót, és megnyugod, hogy megy, és pörög, és nem akartam egy olyat. És már akkor, tehát én úgy kértem félve, nem sírtam. Akkor sem. Szóval akkor kértem őt, hogy vegyen nekem olyan kis autót, mert akkor ugye már akkor is a kamionnal járt, a kamion az egy ilyen nagy kocsi. Igen. És járt, és hozott, vitt mindent, és nagyon jó volt, mert ő teljesen rendszeresen figyelemmel kísérte az én fejlődésemet. Mégis egy fiúnak milyen játék kell, erre gondolsz? Igen, és én tudtam, hogy kell az autópálya, és akkor azt mondta, hogy meg is veszi. Ő azt mondta, hogy 2 kilót kéne fogynom. Érte? Etette. Egyszer eltűnt rólam 2 kiló, de aztán megtaláltam itt. Szóval mindegy, a lényeg az, hogy apu azt mondta, hogy nem is ez a lényeg, hanem hogy na, szóval tetszik nekem. Nem ez az autó? Nem az autó. Az autó már 18 éves koromra túl lettem rajta. De, szóval az van, hogy tetszik nekem az a lány. Na. Utálós, hogy borzasztó, mert nem szeretem, mert nekem kellett. Viszonylag sokat kell ennem süteményt, és tehát én a világ legnagyobb idiótája lennék, hogyha pénzt is adnék érte. Mert anyám süt nekem rendszeresen, szerencsére. Szóval ő egy cukrászdában van, és én elmentem hozzá egyszer, fél évvel ezelőtt, és azóta minden nap ott vagyok, de valahogy mintha ott sem lennék. Tehát így nem nagyon vesz észre engem. És az igazság az, hogy én próbálom őt megszólítani, így is próbálom megszólítani, úgy is, és annyi rohadt süteményt ettem már, nagyon mindig ad, de mindig elfelejt, hogy adott. Én szoktam kérdezősködni, hogy jobb-e, mint tegnap. Soha nem. Kérdezhet? Igen. Hogy jól értem-e? Tehát van egy lány. Több lány van, de ez is van. Van egy lány, több hónapja jársz oda, ő meg még ezt nem is tudja, hogy te neked valamit ő jelent, vagy tetszik. Lehet, hogy tudja, csak úgy nem adja jelédinek. Tehát lehet, hogy nem hiszem, hogy nem hiszem, tehát azért, hogy egy ember gyakorlatilag az eddigi felnőtt korom mintegy 40%-át ott töltöttem a boltban. Nem nagyon vette észre. Az a baj, tehát, hogy én ilyen vevő vagyok ott. Jó, persze úgy is megyek, tehát nem azért megyek, hát hiszen miért megy az ember oda, nyilván süteményt tenni, meg inni valamit, azért megy oda az ember, csak úgy kétszer is próbáltam neki már mondani, hogy ott hagytam a telefonomat, egyszer direkt ott is hagytam, nem is lett meg. De csak azért, hogy vissza tudjak úgy menni, és nem. Szóval a lényeg az, hogy nem tudom, hogy nem kezdjek ahol. Nehéz a bátorságot összeszedni, vagy nehezen határozod el magad dolgokra. Vagy elhatározod, hogy azt kéne csinálni, aztán mégse azt csinálod. Én nagyon általában elhatározom, most is elhatároztam. Látod, elhatároztam, hogy eljövök, és bejöttem, mint a szél. Kicsit vaciláltam persze, azért vacinálok, mert én akkor mindig eszembe jut, mikor meglátom, hogy mi lesz, hogyha... Te mi lesz, hogyha azt mondom neki, hogy... Egyszer azt látom ki, hogy azt mondom neki, szia. Mert én mindig mondtam, hogy csókolom kezét, csókolom, egyszer azt mondtam neki, szia, tudni válaszol? Na. Szia. Ezt mondta. Tehát akkor már túl vagyunk egy eseményen, magázóból tegező. Igen, de másnap azért kipróbáltam, hogy emlékszik el, mert másnap azt mondtam, hogy jó napot kívánok, és azt mondta, hogy jó napot kívánok. Úgyhogy azért nem volt annyira jó ez az akció. Utoljára Mr. Cellofánt láttam ilyennek a Chicago címet. Igen, én is láttam. Miskolcon is ment, hogy sikerült. Görög Laci. Nagyon jó volt. Észre se lehetett venni. Ki? Hát őt. Az egy olyan szerep. Igen, na szóval az a lényeg, hogy én attól félek, én azért nem merem neki megmondani, mert megmerném egyébként, hogyha nem félnék ettől. Akkor. Szóval az a lényeg, hogy mi van, ha ez nem elég, hogy, tehát, hogy jó, hát azért nem vagyok egy Brad Pitt, de azért mégis. Mi van akkor, ha? Hát, hogyha jó, ha nem elég. Tehát, hogy mi van, ha ki nem elég? Mi van, ha azt mondja, hogy mi van, ha nem? De mi van, ha nem? Nem attól félsz még jobban, hogy azt mondja, hogy randizzunk?
Nem, attól nem. De attól is félek, persze. De ettől csak azért félek, mert is itt harandízunk, és akkor közben derül ki, hogy végül is én nem. Na, álljunk meg egy szóra. Igen. Ha most azért jöttél, hogy garanciákat szedjél össze, hogy én beígérjem, bejósoljam, megígérjem, biztosítsalak, hogy minden simán fog jönni, és kéz a kézben fogtok a kandalló mellett ezekre a nehéz napokra visszaemlékezni. Kandalló az jó már. Mondjam neki, hogy van kandallóm, és akkor az jó. Nem tudom, van-e kandallód, én csak azt gondolom, hogy nincs semmiféle garancia az időn. Tehát valahogy be kell ugranod a dologba. Hogy csak úgy... Te játszhatunk egy kicsit? Te mit mondanál neki? Hogy mondjuk én vagyok ő. Igen. Jó, lehet? Mit mondanál neki? Én udvaroljak helyette? Nem kell, Isten mencs, nem, semmiért nem akarok kérni tőle, csak úgy, hogy nem kell udvarolni, csak úgy, tehát hogy csinálod nálam, amikor udvarolnál? Hát én őszinte lennék. Őszinte, és azt mondanád, hogy jó napot kívánok, én egy országos nagy balek vagyok, aki habcsókon nőtt föl. Édesanyám két habcsó közé, tehát még egyet, biztos, hogy lenne, hogy életlenül elfogyjon. De ez nem érdekli őt. Minden nőt az érdekli, hogy róla mit mondsz. Tehát ne magadról beszélj. Mondjam el, hogy mit gondolok róla. Igen. Igen, vannak szavaim. Vagy neki, hogy most neked? Jó, nézd. Nálatok a családban ez? Családban? A családban majdnem mindenki ilyen, mint én. Mi ketten vagyunk testvéremmel, na ő nem ilyen. Meg az anyám se. Apám pláne. Nézzük meg, hogy milyen a nővérünk. Most belekukkantunk egy találkozóba. Jövő héten folytatjuk. Belekukkantunk egy találkozóba. Amikor a mi felénk. Ellátogat az ő nővére. Hogy hívják a nővéreket? Korfia. Ferike, késtél már meg? Tudom, ne haragudj, csak rohadt sokan voltak a... De nem érdekel, de nem érdekelek a kifogások, azért nem érdekelnek, mert pontosan tudod, hogy 11 órára már mennem kell, beauty nap van. Miért van beauty nap? Kozmetikushoz kell mennem, fodrászhoz kell mennem, a körmöm letört. Anya születésnapja van. Persze pontosan be van osztva az időm. Leteszed már azt a rohatásnak, hogy itt fogsz állni. Ezt akartam kérdezni. Bénán szerencsétlen. Jó, itt jó? Vagy tegyem egy kipakulást? Szerintem az útban? Szerintem pont itt van a jó helye? Nem mondod, de jó helyen volt ott. Akkor add már oda, ahol nincs az útban. Tehát látod, hogy hol nincs semmi, és hol van valami. Itt például hely. Micsoda? Visszaviszem a reptérre, és akkor elhozom még egyszer. Nem, Feri, nincs erre időm, nagyon jó. Szépen megkérlek. Gábor már elment, vitt a Lexust a szervízbe, nincs időm erre az egészre. Jó, akkor már nem kell lemosnom. Az én Porsche-mat le kell. Azt le kell. A Gábor Lexusát nem kell. Nem, Gábor, úgyis mondtam múltkor, hogy nem jól mostam le. Hát hogy nézett ki? Tiszta ragacs volt az egész. De nem, az nem, bocsáss meg, az nem miattam volt. Mi miatt volt? Amiatt volt, hogy rosszul fújtam rá a sampont, de nem én. Tehát, hogy nem, és azt nem a te kezed nyomta, igaz? De az én kezem nyomta, de nem azt a sampont vettük, amit szoktunk, és ebből kicsit keveset kell. Fölírt azért, mert nem tudod elolvasni, ráírtuk a papírra ekkora betűkkel. Összetévesztettél 3 darab betűt rajta. Tehetek én rólam? Ne haragudj, jó. Ne, de haragszom. Hadd ne mondjak erre semmit, jó? Anya küldött habcsót. Én ezt a szart, jaj, ne van, fúj, de gyűlöm, ragad az egész a számban, kidobom a francba, ne mondd meg neki, na. Én se szeretem, de én mégis megeszem, mert nekem jelent. Jó, majd ne haragudj, látszik is. Kérdezem, mit hoztál anya születésnapjára, mit vásároltál neki? Muszáj lássak, mert amiket te veszel, Ferike, az minősített. Mit vettél most? Ne? Szeretném megnézni. Az igazság, ilyen... most még nem vettem semmit. Azért nem vettem semmit, mert múltkor is azt mondtad, hogy a pöttyös kendő nem jó. Én aláírom, hogy nem jó, de én nem arra gondoltam, tehát nem a fejére gondoltam, hogy hordja, hanem van neki ez egy kis köténye, és azt gondoltam, hogy a helyet. Ez úgy, jó lenne. Ferik, haladjál már a korra. Jó, nézd, én nem tudok neki mobiltelefont venni, mert én nekem... Mi a szart kéne mobilt? Már vettünk
neki mobil. Vettem neki, ne haragudj. Milyen érdekes, hogy engem nem hív föl rajta, csak téged. Nyilván, ha én is mennék neki, akkor engem is fölhívna. Ne haragudj. De igen, ja, hazudod, mert fölhívod. Én tartok valahol, te meg nem tartasz sehol. Nehogy már egy mobiltelefonon. Ne legyél már cinikus, Ferike, le tudsz ülni egyedül, vagy ehhez is engedélyt kell kérnem. Nem kell engedélyt kérnem. Ha jól esik, üljél le, majdnem mindig úgy is ülsz, igaz? Nekem edzésre kell járnom, kondiba tartom, hogy nem kell ülni, neked ülni kell. Jó, engem nem tart el a férjem, igen, meg igen, na? Bocsánat, dolgozom. Dolgozom, fotózásom volt tegnap, címlap fotózásom volt tegnap is, holnap is az lesz. Rohadt kemény, ez a 4 órás munkahét. Tessék! Semmi. Egyszer próbáld ki, ha eljutsz odáig! Én kipróbáltam, nem akartak fotót. Nem azért, mert... Jó, figyelj! Ne. Azért van ez, mert éreszem meg a sok rohadt habcsókot, amit anyád küld, meg az én anyám is persze, mert szeretjük, de nekem kell mindent megenni, azt is nekem kell megenni, mert meglátja azt a rohadt tálcát, hogy mi van benne, csak egy darab, azt mondta, nem ízlett a liácskának, ó, majd legközelebb másképp csinálom. Ne haragudjál, azt fogom neki mondani, megettem, vagyok annyira bölcs. Nem mondom meg, hogy ott csücsül a kukában, igaz? Nem, mert azt meg, mert nekem még onnan is ki kell szednem, mert még tudod, hogy azt is megnézi, én meg megeszem. Jaj, Isten, figyelj, ezt hagyjunk, erre nincs időm, tényleg nincs időm. Na, megmutatom, mit vettem anyának, most ezt képest...